Sziasztok, Demeter Attila vagyok, ez pedig a túrázó biológia óra. Most az általam nagyon kedvelt és sokak számára szeretett pókfajt szeretnék nektek bemutatni. Ez a Monocentropus balfóri néven fut, vagy csak balfi, vagy balfóri, hogy ezt lehet hallani a, a kereskedésekben, vagy a, az interneten. nagyon szép dekoratív faj, közepesen ő meg olyan 14-16 centi a lábfesze, nagyon szép kék pávián tarantula, ugye, amivel az afrikai, az indiai óceánon a Szokotra szigetről származik, csak ott található meg, endemikus faj, tehát csak a szigeten él. A Szokotra sziget egy nagyon védett élőhely, ezt úgy kell elképzelni, mint a Galapagos szigetet körülbelül, semmit nem lehet kihozni. Az első egyed, ha jól tudom, ezt Puding barátom mondta, aki egy nagy padárpókos piller, úgyhogy hiszünk neki, hogy egy hölgy a melltartójába rejtve hozta ki ezt a pók a első ö, gravid nőstény egyedét, és került Európába. Nagyon-nagyon magas volt az ára, 100-150 euró körül, de most már szinte mindenhol van balfi, úgyhogy nem is könnyű eladni. Aki szeretne balfúrit, az azért sok mindent nem fog látni belőle, hiszen így néz ki egy balfóri terkó. A balfóri üreglakó kövek, sziklák, kalák készít magának ilyen lakóüreget, beszövi, és ami nagyon fontos a tartásánál, hogy ugye száraz, szárazon kell tartani, de nem úgy szárazon, hogy porszáraz, és soha nem adunk neki inni. Ezeken az élőhelyeken éjszaka ö, pára képződik, amiből a pók iszik. Egyébként éjjel indul meg vadászni, úgyhogy szürkületkor éjszakai ragadozó. Tereriumban is ezt figyelembe kell venni, hogy legalább legalább minimum ezt a, ezt a, 10 centi talajvastagságot tartsuk. Beszoktam rakni mindig egy, egy parafa kérget, ugye ezt tudjuk, hogy nem penészedik, illetve illetve ez mindig egy ilyen támpont lesz a, a póknak, hogy az alatt uh, fog csinálni magának üreget. Mindig kell, hogy legyen egy, egy uh, itató, most is van benne víz, heti egyszer uh, be is párásítok. Uh, ez nagyon fontos a pók számára, és nagyon fontos, hogy igyon. A pókok uh, etetésével kapcsolatban igazából nincs semmilyen szabály a, 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 balfikkal, mert nagyon zabagépek, nagyon jól nőnek, gyorsan nőnek, minden mutatok is egyébként, balfordít, nem csak beszélek róla. Nagyon gyorsan nőnek ezek a pókok, uh, testét meghazudtolom és leront, tehát ráront. És ami nagyon érdekes egyébként, egyik póknál sem figyeltem meg, hogy a, a, a balfóri anyuka, mindjárt elmondom a szaporodását is, a balfóri anyuka lemarja a csótányt, és vagy a tücsköt, és a gyerekek oda gyűlnek, és eztek az anyukával együtt, szinte a szájából eszik a, a, a tücsköt. Brutális ö, látvány, illetve az is megdöbbentő, és nagyon megható számomra, hogy amikor a kokon nyílik, gyerekek kinyitják és kijönnek, akkor azt néztem, hogy ugye egyben van a család. És amikor egy kis pók elment, akkor anyuka egyből ment fölötte, és ilyen nagyon lassú léptekkel terelte vissza a többihez. Nagyon meleg kell, neki 30-32, akár 31 30 fok is lehet, az éjszaka lehűlhet szobahőmérsékletre, úgyhogy vagy talajfűtővel, vagy melegítő lámpával ezt oldjuk meg. Teráriumén én, én 30 -szor 30 -szor 35 magas terkót tartok, a magasság ez esetben annyira nem releváns, hiszen ugye üregrakóról van szó. Nekem a tőzeg jött be legjobban ő, talajnak, az egy 8-10 centi vastagon, berakunk egy parafakérget, egy hitatót, ennyi. A kaja az mehet, hát itt többször én úgy szoktam, hogy csótányaletetek, és mindig berakok egy 5-6-7 csótányt, és akkor szépen összeszedi a hétem, hetente tehetetek, ugye nem kevés állat van. Ami még nagyon előnyen én a póknál, hogy kolóniában tartható, azaz soha nem tapasztaltam olyat, hogy bántsák egymást. Amikor a hímet berakom a nőstényhez párzani, akkor, akkor én nem is nézek oda. Van, hogy elfelejtettem, van vagy 8 nőstényem, és az apuka együtt élt még a kisgyerekekkel is, úgyhogy nagyon, nagyon ilyen kis cuki családi környezet volt. A kicsik száma az ilyen 30 és 80 között van, nekem átlagosan 40-50 szokott lenni, úgyhogy nem egy olyan értozatos mennyiségű kicsiket kell elképzelni. Utána, még ami nagyon érdekes az ő fejlődésükben, nem úgy van, mint a klasszikus madárpókoknál, hogy ki van az l 1 l 2 lárvállapot, utána egyet vedlik és egyvedléses, hanem ö, itt három vedlés múlva lesznek egyvedlésesek gyakorlatilag. Többször vedlenek, több ilyen lárva stádiumok van tulajdonképpen. Itt vannak ezek a lyukak, ahol mindenhol lyukba egy-egy pók van. Ezek ilyen, hát most már ilyen 4-5 centis, 4 centis pókok. Nagyon gyorsan kell vigyázni kell, amikor nyitjuk a terkót vagy a dobozt, mert nagyon gyorsan ki tudnak ugrani. Hetente beszólsz egy adag tücsköt, és így szépen, szépen növekszenek a, a balfórik. Most pedig megmutatom nektek, hogy hogyha van egy adult nőstényed, beraksz egy hímet, akkor mi fog történni? Ott van a nyuka. Nézzétek meg, így néz ki egy adult balfóri, nőstény. Ez sokkal kékebb egyébként, csak ő már régebben ved lett. A kokont, azt nem vesszük ki, hanem mindig hagyjuk anyukánál kikelni. Így néz ki egy kis balfóri, ő már, ő már a harmadik vedlésen is túl van. Nagyon defenzív faj, mondom még egyszer, ami azt jelenti, hogy a legkisebb zavarásra is, már a hátsó lábánál is már, már jelzi, hogy meg fogsz halni. Ciripel úgy szoktam mondani, hogy ez száján elén stridulációs szerv, van, amit összedörzsöl, és ilyen nagyon hangosan, mint hogyha a ciripel él. Hogy engem hagyjál békén, mert, mert meg foglak harapni. Ott, 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 ott vannak. Ott. Ott van ott, ott is. <laughs> Ennyi mehet nyugodtan. Csoki csótány. Én ezt itt bedobom. A kicsik, amikor így éhesek, akkor egy csótányra vagy tücsökre rámennek öten hatan is. És ilyen nagyon durva, tehát mondjuk egy ekkora csótányra, így lógnak rajta a kis pókok. Ott van. Ő jó bezabált. Nem sokára vedleni fog. Na most megindult mindenki kifelé, ez nagyon vicces volt. Tehát egy nagyobb, ő is ott is, ott is, ott is. Tehát ők, ők így élnek szépen ilyen family Nézzétek meg, nagy szövőszemölcseik vannak. É, ezt akartam még mondani, hogy, hogy iszonyos, nagyon jó szőnek, sokat szőnek, és nagyon látványosak. Nem is érdemes berakni nekik ö, semmilyen élő növényt, mert azt leszövik, és, és ki is nyifantják. Tehát ő volt a Monocentropus balfóri. Teljesen kezdőnek azért nem javaslom ezt a fajt, aki egy kicsit haladóbb, annak már igen. Inkább azért javaslom a kicsit haladóbbaknak, hogy nyitom a terkót, kiugrik, kiszalad defenzív, ugye nem agressz, agresszivitásról nem beszélünk, hanem inkább ugye defenzív, erősen. Úgyhogy, de aki már tartott egy, kis, egy pár pókot, annak ezt nagyon ö, javaslom. Remélem tetszett a videó, osszátok meg, lájkoljátok, és itt a Youtube-on kis állatlexikon, Facebookon, TikTokon túrázó, és Instán pedig túrázó állatkert vagyunk, és van egy túrázó.hu oldalunk. Nézzetek sokat, sziasztok!